Javában zajlott délelőtt a Topolyai TSC labdarúgóinak edzése. Nagy napra készülnek, ugyanis szertán egyiken erős csapat ellen lépnek pályára. Elég komoly ellenfél vár ránk. Azt hiszem, a szezonban ők a leg, az egyik legerősebb ellenfelünk. És hát már nagyon itt lenne az ideje, hogy mi megnyerjük eztet, mert eddig egyet sem nyertünk, és hát minket is boldogabbat érne, és a szurkolókat is. A TSC a szerb labdarúgó első liga táblázatán jelenleg két ponttal a 13. helyen áll. Az eddigi három mérkőzésből kettőt nyertek és egyet veszítettek el. A negyedik fordulóban a Metalac csapata ellen játszanak. Egy komoly ellenfél. Remélem, hogy ez a pont, amit Ivanyicán nyertünk, ez a csapatban ad egy lendületet, és egy pozitív szemlélettel állunk ez a meccselő a holnapi meccselé. Győzelemben gondolkodunk, de ezt a pályán kell majd megmutatni. Reméljük, hogy sikerülni fog a csapatunk, hát mondjuk rá, hogy a, a, ez a, ez az edzőváltás. Jó játszottunk, a múltkori meccsen két gólt is rúgtunk. Remélem, hogy folytatni fogjuk ezt a, a gólsorozatunkat, és a győzelem is akkor meg fog jönni. A belépő ezúttal is ingyenes, de akik megveszik a 150 dináros jegyet, ajándékban részesülnek, egy szurkolói bögrét kapnak. A 17 órakor kezdődő mérkőzésre autóbuszokat is indítanak. A pontos részletekről a TSC honlapján tájékozódhatnak a drukkerek.